A hétvégén felavatták a mezőségi Tékaszt Orbán kollégium új épületszárnyát Szamosújváron, amelyben bentlakás, illetve ebédlő is működik már az új tanévtől. Az ünnepségen tékadíjakat adományoztak azoknak a személyeknek, akik hozzájárultak a bentlakás megépüléséhez. A Szamosújvári Téka Alapítvány 7 éve adta át a közösségnek a magyar iskolát, a Kemény Zsigmond elméleti liceumot. A hétvégén újabb mérföldkőhöz érkeztek, felavatták az új épületszárnyat a mezőségi Téka Szorvány kollégiumnak, amelyben bentlakás, illetve ebédlő működik. Balázs Bécsi Attila, a Téka Alapítvány elnöke elmondta, az eddig működő belvárosi bentlakás épülete elavult, illetve túlságosan szűkössé vált. Azzal, hogy a kollégium is ide költözött, erre az udvarra, elérjük azt, hogy egyrészt korszerű, mondjuk 21. századi körülmények között tanulhatnak a diákjaink, élhetnek, lakhatnak a diákjaink, ugyanakkor pedig kialakult egy közös oktatási tér, ami remélem, hogy hosszú távon a mezőségi szorványoktatás további megerősödéséhez fog vezetni. Az ünnepségen átadták a 13 éves hagyománnyal rendelkező tékadíjakat is, visszamenőleg Novák Ferencnek, idén pedig Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára, illetve Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője vehették át a kitüntetést a sikeres közös munka jegyében. Fontos az, hogy odafigyeljünk a szorvány magyarságra, még inkább a gyerekekre és a fiatalokra, azért, hogy ők ne kallódjanak el, és anyanyelvi oktatást kapjanak. 2016-ban jött létre ez az iskolaközpont, azóta folyamatosan fejlődik, fejleszti a, nem csak a tevékenységét, hanem új épületekkel gazdagodik. A díjátadót szalagavatás, illetve egy időkapszula elhelyezése követte, az avatást pedig a Téka Művelődési Központ műsora koronázta meg. Mesélek anyámnak!